Köszöntök mindenkit, már túl is vagyunk az első Forma 1-es nagydíj hétvégén, jöjjön is a második, ezúttal a bahreini pályát fogom bemutatni a Gépi Hírek támogatásával. Ráfordulunk a célegyenesre, ami a pálya leghosszabb padlógázas szakasza, a legvalószínűbb előzési pont is egyben, ugyanis a DRS segítségével egészen távolról is lehet már támadni. A versenyen való előzéshez kockáztatni kell, láthattuk, hogy ez olykor nem jön be. Az első kanyar kijárata trükkös, mert egyből jön egy balos törés, ami megnehezíti a kigyorsítást, és ha ebben instabil kanyarodó állapotban kipörögnek a kerekek, akkor szinte lehetetlen megfogni az autót, ezt Max Verstappen is megismerhette tavaly. Az első szektor középgyors jobbos kanyarra zárul, sokáig az autók idáig is egymás mellett vannak egy célegyenesben megkezdett manőver következtében, de a gyors jobb balos kanyar előtt már minden csata eldől, ugyanis ezeket már nem lehet egymás mellett bevenni, és a pálya ezen szakaszán szorosan követni egymást is szinte lehetetlen. A legtöbb időt itt tudják nyerni a versenyzők, nagyon fontos az autók aerodinamikai hatékonysága. Újabb egyenes szakasz, újabb DRS zóna, és ez is lehetőség lehet az előzésre. A második szektor vége a pálya leggyorsabb szakasza, a balos után, aminek rossz szíve eléggé poros, szóval könnyű szélesre futni, egy padlógázas vagy megtankolt autóval kicsi beleemeléses jobbos jön, ami közben el is kell kezdeni fékezni a pálya utolsó előtti kanyarjához. Itt már a harmadik szektorba léptünk bele. Még egy utolsó előtti egyenes szakasz, de itt már nem aktiválható a DRS. Az utolsó kanyar szintén egy jobbos, a meleg hátsó gumikkal igazán nagy kihívás a kigyorsítás, de nagyon fontos, ugyanis sok időt lehet nyerni a kör ezen szakaszán. Stabilitás, tökéletesség, ez volt egy kör a Sahiri pályán. Mostantól minden pályabemutató epizódban játszhatnak is velünk a Hyperzone szimulátor és VR teremben felhasználható kuponokért. A helyes megfejtést pedig az alábbi linken található Facebook poszt alá küldhetik el komment formájában. Amennyiben nem tudják fejből a helyes választ, azt a szintén az alábbi linken található GP Hírek futamelőzetes cikkében is megtalálják. E heti kérdésünk a következő. Melyik évben rendeztek Bahreinben először villanyfényes Forma 1-es nagydíjat? Codemasters játéka nem tekinthető a legnagyobb szimulátornak, ugyanakkor itt is állíthatjuk az autó alapbeállításait. Nincsen 1000 dolgozó, mint a valóságban, sokkal kevesebben állítjuk be a mi autónkat, ugyanakkor itt is nagyon kiemelkedő szerepe van ennek. A játék és a valóság között az talán a legnagyobb különbség, hogy míg a valóságban pontos fokokban és newtonméterekben adják meg a mérnökök az erőket, mi egy 1-től 10-es skálán tudjuk módosítani az autónk paramétereit. Gondolok itt a szárnyak és a kerekek dőlésszögére, a fékerőre és annak elosztására, a ballasztra, a differenciálműre, stb. Nagyon fontos minden pályán megtalálni a kompromisszumot, ugyanis a legtöbb pálya tartalmaz gyors kanyarokat, lassú kanyarokat is, és nagyon sok tesztelés kell ahhoz, hogy a legjobb beállítást megtaláljam. Mikor megérkezek egy nagy díj hétvége helyszínére, először megfigyelem azt, hogy a pálya mennyi egyenest és kanyart tartalmaz, ugyanis nyilvánvalóan a kanyarokban fontos a leszorító erő, viszont az egyenesekben a légellenállás nagyon hátráltatja az autó haladását. A legfontosabb mindig a jó egyensúly, hogy egy pilóta érezze az autót és merje támadni a rázóköveket, a kanyarokat, ugyanis ha egy pilóta nem bízik az autójában, akkor nagyon sok időt veszíthet. A kezdőjátékosoknak is egyszerűsített dolga van, ugyanis a Time Trial módból a világrekord időknek a beállításait be lehet tölteni, ami egy jó kiindulási pont, és innentől én mindig állítok még az autón, de az mindössze már csak pár tized másodpercet számít. A magabiztosság és a konzisztencia sokkal fontosabb, mint az a plusz 1-2 potenciális tized másodperc.